miért is vagyunk itt? Azért, mert a vonat idehozott minket. Igen. És hogyan kapcsolódik itt az Anker Galambokhoz, milyen előzmények vannak a juhásportás? Tavaly februárban a Szegeden tartott első bemutatkozó galambászfórumon. Ez egy nemzetközi galambászfórum. Igen, igen. De miért is volt nemzetközi galambászfórum? Azért, mert voltak Szerbiából, voltak románok, voltak szlovákok is voltak, nem tudom, talán a bemutatásnál te Feri bácsi meg el is mondtad, hogy kik voltak ott, ha jól emlékszem. Lényeg az, hogy Pistával mi ott egész jól összemelegettünk, és már úgy érte, hogy a galambokat megnéztem, mikor raktuk be a ketrecbe, és volt köztünk, hogy mondjam, valami kapcsolódás. És akkor eljutottunk odáig, hogy Desmet Matisse, meg Döbár, meg Blastrom, meg stb. És én a Mihalik Csabával tartom a kapcsolatot, ő is a kuratóriumnak egy tagja, és kértem a Csabát, hogy olyan idősebb sportásokat mutasson be, akihez szívesen elmennénk, és az utókornak átadnák azt a tapasztalatot, amik az idős eredményes. Tehát gyakorlatilag az alapítvány is arról szól, hogy hagyományőrző alapítvány, bár kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik Anker professzorhoz, de akkor is egy hagyományőrző alapítvány. De ez pontosan azért kapcsolódik, mert azok a Desmet Matisse vagy Döbár galambok, amik az én köztudatomban odáig működtek, itt Szegeden komplett katalógussal, Juhász István sportbarátunknál megtalálható. És szeretettel fogadtak minket, és most talán úgy folytatnám a beszélgetést, hogy átadnám a szót, és hogy ő hogyan keveredett, vagy hogyan került kapcsolatban Mihály Anker Alfonz galambokkal, és azoknak a rokonságával, és mi késztette arra, hogy ezzel a fajta galambbal foglalkozzon, ezzel a törzsel. Én akkor először is egy más irányú kérdéssel kezdem. Igen. Mióta galambászol, István? Hát gyerekkoromban megpróbálkoztam vele, az még Miskolcon volt. Az első galambom az borzasztóan korán volt, még egészen gyerek voltam, amikor az első két galambot kaptam, ez még 46-47 tájékán volt, tehát az nem volt még galambász. Szóval 1953-ban próbálkoztam vele, már akkor nagyobbacska fiú voltam, és az akkori ottani Miskolci Egyesületbe beléptem, a Skultéti, Bodnár, Orosz nevű jó galambászok voltak akkor, tehát Dezsőházi, és szögről végről rokon volt a Kondi Mihálynak nevezett ember, aki szintén postagalambász volt, de az nem tartott sokáig az a galambászkodás, mert elég hamar elragadott a embersport, és elkezdtem kajakozni, illetve kenuzni ott a DVTK-ba. Annak révén kerültem én tulajdonképpen ide Szegedre is, mert kajakos lányt vettem el feleségül, aztán ide kerültem 62-ben. És akkor következett egy kihagyás tulajdonképpen? Úgy van, tehát én akkor ugye, amikor elmentem katonának, akkor a galambjaimat is, azt a pár galambot Orosztól, meg Skultétitől, ezektől volt nekem, akkor nagyon egyszerű kis galambászat volt, órám se volt, akkor azért egy bonyolult, aki abban a világban, ahogy akkor élt, az utcában lakott a Fogarasi nevű galambász, akihez a gumigyűrűt kell vinni, úgy emlékszem rá, hogy egy fiatal versenyen olyan szépen jött galambok, azt a Visaszegről, ha nem tévedek, röptettük, aztán én az 5 szám alatt laktam, ő meg a 15 szám alatt, elrobogtam gyorsan, vittem a gumigyűrűt, de be se engedett a kapun, hanem mondta, hogy maradjak csendben, mert az ő galambja ott van még, ugye azt megvárta, az bement, azt majd utána lehetett. Hát itt nyilván egy gyönyörűen rendezett környezetben vagyunk, a háttérben egy kerti dúc, ahol remélhetőleg meg tudjuk ejteni majd a galamb mustrát is. De most beszéljünk talán arról, hogy mikor kezdtél olyan galambokat beszerezni, aminek az utódai különböző helyeken championok, díjas utódokat hozott. Hát ilyenkor jön, amikor ide hát, tulajdonképpen folytatva az előző megkezdett dolgot,
Én itt Szegedre kerültem, ez volt 1962-ben, és egy 10 évig bírtam ki a bérházi lakást. 73-ban vettem egy portát itt Petőfi telepen. Ahol itt, most éppen vagyunk. Ahol most vagyunk, úgy van, csak nem ilyen volt a körülmény. És akkor kezdtem én gondolkozni azzal az állomány alapítással. Horváth Feri segített ebben, szegény meghalt kint Norvégiában, és ő adott irodalmat, és így jutottam el akkor az akkori két menő galambászhoz, a Rucz Jánoshoz, meg a karcagi Regényi Jánoshoz. A Regényi Jancsi először nem nagyon állt velem szóba, mert mondta, hogy ő nem kupec, ő nem ad el galambot, de utána nagyon kedvesen a országos bajnok galambjának egy testvérével megajándékozott, meg egy fiával is, az országos bajnok galambnak egy fiával is. Tehát azért nem kellett pénzt adni. Nem kellett érte, igen. Akkor és lehet azt mondani, tudnénik, hogy baráti alapon ajándékban is lehet kiváló galambokat adni. Baráti szót azért nem használnám, mert tulajdonképpen én nem voltam barátságban. Nagyon tisztességes, rendes ember volt ez a Regényi János, de ismeretlenül hívt, illetve írtam neki levelet, ugye akkor még a telefon nem működött, és akkor ő levélben elutasított engem, de én volt akkor egy Fiat, 850-es Fiat kupém, aztán elmentem hozzá személyesen, és akkor nagyon kedvesen fogadott, és akkor megígérte, megmondom őszintén, hogy életem legszebb galambházában voltam ott a Regényi Jancsinál, 38 darab galambja volt akkor, amikor ott voltam nála, és ott akkor kerületi bajnok volt, meg ilyen minőségű galambokat tenyésztett. Három vagy négy galambra épült ott az egész állománya, egy borsos tojóra, egy Bíró Imrétől származó. Ez a borsos pár, a budafoki borsos pár. Úgy van, őtőle származó tojóra, egy Bíró Imrétől származó ilyen nyugatnémet galambnak az utóda, meg volt egy keletnémet, az egy rendesen hivatalosan vásárolt hímje volt, de egy nagyon menő hím volt az, mert három év alatt 15.000 díjkilométerre volt annak a galambnak, egy halálklassz galamb volt. Ő ebből a három galambból épült föl tulajdonképpen az állománya, nem is volt külön tenyész galambjai, nem voltak. Ő már akkor özvegységi módszerben röptetett, kiválóan megcsinált galambháza volt, egy ilyen udvari dúc, hogy gyönyörű tisztaság volt benne. Ha jól tudom, az apukája is galambász volt neki, az anyukája még élt akkor, és azt tartott ott rendet. Csodálatos galambok voltak, tehát onnan kaptam én ezt a két galambot, amiből csak az országos bajnok galambnak a testvére maradt meg, mert rögtön itt hagyott engem, amit be akartam szoktatni, és egy kicsit beöregedett fiókok voltak ezek. És a Rucz Jánostól pedig akkor vettem négy darab fiókot. És ezek milyen származások? A repülő galambjaiból. Rucz János előtte volt kint Belgiumban, nem is tudom, azt hiszem a Boros Jenővel, ha nem tévedek, és akkor nem közvetlenül Dövrintől, de Dövrint galambokat tenyésztő embertől hoztak be galambokat, nagyon jó galambot, és ez volt az új galamb, és Jánosnak az alapgalambjai azok Fráter és Fábri származású galambok voltak, tehát egy ilyen kombinációból az új Dövrint származású galambból hoztam be egy pár fiókot, meg ebből a Fráter Fábri vonalból, tehát összesen négy darab fiókot. Abból nekem egy elveszett, tehát maradt a négy, de amellett, illetve nem elveszett, hanem megsérült, és még egy Fábri tojót vettem a Jánostól akkor, az a teremi bronzé Fábri, jól mondom, igen, bronzé Fábri vonalból való tojó volt, egy nagyon jó tenyész tojó lett az szögről végről, azt hiszem talán rokona volt, azt hiszem unokája volt az akkori országos bajnok galambnak, a 265-ös. Ezek a bronzé Fábri emlékeim szerint kapcsolódtak a Dobos Istvánhoz is, aki Budaörsön lakott és ott galambászott. Ők nagyon szorosan együtt dolgoztak, tenyésztettek a emlékeim szerint. A
a doktorral, tehát ez egy bíró volt, Pest megyei bíróságon dolgozott. Már a telemi doktorra gondolsz? Nem ugyanaz? Nem, a telemi doktor az Pécs. A telemi az Pécs. Akkor légy kedves, a doktor Zalka, az pedig Budapest. Akkor tévedtem. Zalka Karcsi bácsi volt a teremi. Zalka Karcsi bácsi és a telemi doktor pedig Pécs. Úgy van. A teremi Gábor, ő az első importőrök egyike volt, akik komoly galambokat importáltak, a Sziontól például Franciaországból, de Delbar, Fábri volt ott nála inkább, de több minden galambot importált ő. Ide Szegedre elég sok galamb jutott akkor, mert egy Ábrahám István nevű öreg galambászunknak a fia, akit szintén Ábrahám Istvánnak hívtak, az Pécs mellett ilyen határőr, vagy nem tudom milyen tiszt volt, ilyen politikai tiszt volt egyébként, és az a teremihez bejáratos volt. A teremi Gábor, én csak hallomásból tudom, tehát nem, nincsenek rá külön bizonyítékaim, de a teremi Gábor egy ilyen osztályidegennek számító valaki volt akkortájt, és ezért is volt neki lényeges, hogy egy ilyen politikai tisztel jó viszonyban legyen, legalábbis ezt az Ábrahám Pista annak idején így mondta el, hogy ő könnyedén vagyok a tereminél, mert ugye hát ő egy politikai tiszt volt, és tulajdonképpen ez az Ábrahám Pista, ez közvetített, itt Csongrád megyében elég sokan vettek a teremitől galambokat, és tulajdonképpen az akkori viszonyokhoz képest ez óriási ugrás volt. Tehát az, ami a 60-as években történt, az ahhoz képest, amikor én 50-es években gyerekként galambáztam, hát az egy ilyen móka galambászat volt. Természetesen, akik akkor galambáztak, azok büszkék arra az időre, és lehetnek is rá büszkék, de azért az volt az alapvető különbség, hogy addig, amíg már a későbbi időben, amikor ezeket az új import galambokat behozták, ezek mely évekre datálódnak? Ez a 60-as évek második fele. Hát, ha nem tévedek, akkor a Sinkó is, amikor először itt beprotezsálta az Újházi Marcelt, az a 68-ban volt, igen. Ugye, ha nem tévedek. 60-as évek. Tehát a 60-as évek vége, úgy tudom, hogy az Anker is akkor kezdett el, nem tudom milyen kapcsolatok révén, akkor kezdett el hozni, és a teremi is akkor kezdett. Tehát akkor szabadult egy kicsit fel, ugye. Kádár 62-ben mondta azt, hogy leraktuk a szocializmus alapjait, ugye utána a társadalomban, utána indult be a kicsit felszabadulás, mert azért előtte nagyon kemény volt, a 60-es évek már egy kicsit fel. És akkor már lehetőség volt arra, hogy egyes személyek ki tudjanak menni a határon túlra, is tudjanak beszerezni. Vagy beküldték repülőre. Belgiumból vagy Hollandiából. Többnyire beküldték repülővel, mert itt is volt olyan galambász, akinek úgy küldték be, és a Ferihegyre kellett értem. A lényeg az, hogy akkor már egy kicsit felszabadultabb volt a dolog, és hozzá lehetett jutni. És tulajdonképpen akkortól fogva, tehát a 70-es évektől kezdve állítom, hogy egész Magyarországra érvényes ez, akkortól fogva ugrott meg ugrásszerűen a galambok minősége. Tehát az Anker is azzal óriásit csinált, nekem az Anker szempontjából a legnagyobb, mert én tulajdonképpen kimondottan a szószoros értelemben Anker galambokkal nem galambáztam, csak ugyanabból alapból merítettem, sőt, mi több, én ahogy kinéztem, nekem a Daimke révén például eredetibb galambom volt, neki annyira közvetlen galambja a Valér 1-től nem is volt. Tehát a Valér 1-től a Rusjancsi hozott be, tehát én is így kerültem ezzel kapcsolatba, hogy 76-ban a Rusjancsi hozott be a Döbárétól két galambot, az egyik a Valér egynek volt a gyereke, a másik pedig a Vechternek, de a Valér egy meg a Vechter féltestvérek voltak, mind a kettő az öreg Valérnek a gyereke volt két különböző tojótól, és én a 75-ös kezdésemtől kezdődően, amikor már versenyeztem is, 80-ig egy darab galambot nem hoztam be. Én abból az 5 galambból építettem föl a magam kis állományát, tehát egy darabot, ez nekem elven volt, tehát nem azért, mert nem lett volna olyan jó galamb, ami nem fért volna be hozzám, hanem úgy elven volt, hogy nem kutyulom. És akkor, ha a meséjét is mondhatom a dolognak, 80-ban voltam én a Rusjancsinál,
A Rusjancsi ide költözött a mi utcánkba, mert ő egy kicsit odébb lakott, csak azt lebontották azt a házat itt a nagy tarjáni építkezés miatt, és akkor ide költözött a Göndör sorra, tehát ezen, amelyiken bejöttünk, és János egy szőlőlugast csinált, amihez bizonyos oszlopokra rá kellett heggeszteni valami vasakat, hogy ő neki ott megálljon. János meglátta, hogy nekem van villanyheggesztő trafóm, és mondta, hogy menjek már el, és akkor heggesztem meg neki, vagy csináljam meg, hogy elmennék-e. De elmentem, megheggesztettem, kérdezi, hogy mivel tartozik érte, mert semmivel nem tartozol érte. Aztán legalább adjon már valami galambot, vagy valamit. Mondok, hogy János, most azt se tudom, hogy milyen galambjaid vannak, mert nem tudtam közben ezeket az import galambokat, amiket behozta. Ez valahogy úgy nyár végén volt, és akkor ő már nem költetett, de le voltak tojva neki ott galambjai, és bementünk abba a dúc részbe, amelyik a csukott dúc rész volt, ott voltak a döbáre galambok, ott volt új dövrin galambok, a Boros Jenővel hoztak be Dövrintől nagyon klassz pár galambot, úgy tudom, elég nagy drága pénzért, nagyon jó galambok lettek itt a környéken, sokan profitáltak belőle, nekem is van egy, majd megmutatom, még a legöregebb hívem, egy